Az ökölvívó sportban minden létező címet megnyert amatőr, majd profi sportolóként. Ez rajta kívül senkinek sem sikerült ebben a sportágban. Az olimpiai, világ és Európa bajnok Kovács István mesélt sportpályafutásáról a Népszerű Tudomány előadás sorozat rendezvényén. Mint azt elmondta, a kezdet nem volt túl egyszerű. Hite, kitartása segítette, és történetével szeretne másoknak is segíteni. Ebben a sportban, a rejlő történetekben annyi erő van, és annyi motivációs lehetőség van az emberek irányába, és ezt nagyon büszkén végzem is, ezt a fajta feladatot. Tehát én Öcsi bácsi szoktam mindig azt mondani, hogy a több embert beszélt le a boxról, mint ahányat rábeszélt, mert hogy a box ez egy nagyon veszélyes dolog, ebben egyet is értük. Én viszont nagyon sok embert próbálok rábeszélni az aktív sporttevékenységre, vagy az aktív életre, vagy arra, hogy higgyen magában és önbizalommal próbáljon megoldani olyan feladatokat, amit egyébként mondjuk akár a környezete, vagy ő maga sem gondolna magáról, mert hogy ez az életnek az értelme. Amit kevesebben tudnak Kovács Istvánról, hogy már 7 évesen szavaló versenyt nyert, és később is rendszeresen állt színpadon. Civil életéről és családjáról is mesélt a Sportoló kulturális magazinunk szerkesztőjének, Gyulai Istvánnak. Az interjút a ma esti híradó után jelentkező palettában láthatják nézőink.